Üdvözöllek! Bence Balázs vagyok, és a mostani videóban arra a kérdésre keressük a választ, hogy kell-e neked tőzsdézéssel foglalkoznia vagy nem. A videó apropóját az adja, hogy mostanában megint gyakran találkoztam olyan hirdetésekkel, melyek devizakereskedésre, tőzsdei kereskedésre invitálnak. Ezen hirdetések jellemző tulajdonsága, hogy az emberi mohóságra alapozva a gyors meggazdagodás reményét villantják fel az embereknek. A kérdés az, hogy a tőzsde világába hol bázból van a kerítés, avagy nem. A következőkben ennek járunk utána. Köszöntelek újra! A következőkben tehát arról fogunk beszélni, hogy mi kell a tőzsdei sikerhez, milyen tanulási folyamaton kell átmenni, illetve milyen kihívásokkal kell szembenézned. Remélhetőleg a videó alapján képes leszel eldönteni, hogy szeretnél ezzel foglalkozni, vagy nem. De mielőtt tovább mennénk, lenne egy kérdésem hozzád. Szerinted mi kell a tőzsdei sikerhez? A válaszokat komment rovatba a YouTube csatornára írd meg, kérlek. Tőzsde, illetve a tőzsdei termékek ismerete a pénzügyi intelligencia részét képezi. Az azonban, hogy ismered a foci szabályait, messze nem azt jelenti, hogy hetente le kell menned a grundra is rúgni a labdát, ebből kifolyólag tőzsdéznie se kell mindenkinek. Tőzsdei tevékenység egyrészt időt veszel, másrésztről pedig kockázattal is jár. Kockázat abból fakad, hogy a jövőbeli árfolyam mozgás nem tud semmilyen módon előre pontosan meghatározni. Teljesen mindegy, hogy milyen megközelítési módot alkalmazol, a legnagyobb jó indulat mellett is mindösszesen csak a valószínűségekkel játszunk. Hogyha nem tud a jövőt meghatározni, akkor természetesen a pakli része az árfolyam vesztesség. Ha tehát tőzsdei befektetés adod a fejed, akkor elképzelhető, hogy a kis megtakarításod az nem növekedni fog, mint ahogy te vártad, hanem akár zsugorodhat is. Amennyiben te ezt nem tudod elviselni, akkor adja magát, hogy hagyd a tőzsdét a fenébe, és a megtakarításaidat fektesd be például a biztos hozamot ígérő állampapírpiacon. Megjegyzem, azok, akik elviselik a kockázatot, természetesen azok sem szeretik, sőt, a sikeres tőzsdézők közös jellemvonása, hogy kezelik a kereskedés kockázatát, vagyis a veszteséges pozíciókból időbe kiszállnak. Az első pont tehát, ami meghatározza, hogy foglalkoznod kell a tőzsdével vagy sem, az a kockázattűrő képességed. Hogyha a kockázattűrő képességed nagyon alacsony, akkor a tőzsdét hagyd a francba. Második pont. Az rendben van, hogy szereted a pénzt és többet szeretnél, de érdekel téged a tőzsde? Örömmel tölt el, hogy az árfolyamok mozgását figyeled? Szerintem különben ez a legfontosabb pont. Lehet, hogy szereted a pénzt, de abban biztos vagyok, hogy ez önmagába téged nem fog előre vinni. Mindig van valami, amit ezáltal szeretnél megszerezni. Például boldogság, harmónia, nyugalom. Megjegyzem, ezeket a kellemes érzelmi állapotokat el lehet érni máshogy is, nem csak pénz által, valamint pénzt nem csak tőzsdézéssel lehet keresni, hanem szinte bármilyen más tevékenységgel. A lényeg, hogy a tőzsdén messze nincs kolbászva a kerítés. Mondhatjuk, ez is egy szakma, amiben bele kell rázódni. Van egy hosszú, akár több éves tanulási folyamat, figyelni kell az árfolyamokat, mindez rengeteg időt és energiát emészt fel. Tapasztalatom szerint ezen az úton csak azt tud végigmenni, aki szívből csinálja, aki tényleg szereti, és azért teszi az egészet, mert hogy élvezi, ez egyfajta hobbi számára. Az, hogyha jól csinálja, és pénzt is keres vele, az csak egy kellemes melléktermék gyakorlatilag. Tehát a lényeg, hogy csak akkor kezdjél tőzsdézésbe, hogyha ez téged tényleg érdekel. Faramuci módon pont az fog pénzt keresni vele, akit nem a pénz motivál, hanem ezen tevékenység élvezete, mert hogy örömét leli benne. Aki görcsösen, gyorsan meg akar gazdagodni, az szinte biztosan elbukik. Ha már itt tartunk, a tőzsdézés az nem százas sprint, hanem sokkal inkább maratoni futás, tehát kitartás és türelem kell hozzá, nem három kereskedésből fogsz meggazdagodni, hogyha végigmész ezen úton, akkor véletlenül 100 vagy annál több kereskedés szaldója fogja a pozitív eredményt kiadni, amire te vársz. Az igazság az, hogy tőzsdézni, jól tőzsdézni piszkosul nehéz. Nem véletlen, hogy a kezdő kereskedők több mint 80%-a az a vesztes oldalon áll. Mindjárt megnézzük, hogy mi az oka annak, amire azt állítottam, hogy a tőzsdézés az egy nehéz sport. Azt, hogy miért nehéz a tőzsdézés, az egy rendkívül izgalmas kérdés. Ugyanis maga a tevékenység, amely során vétel és eladási pontokat határozol meg, eldöntöd, hogy mit vásárolsz, befektetési döntést hozol, ez alapvetően nem nehéz, mi több sok esetben könnyű. Sőt, sok esetben nagyon egyszerű, primitív dolgokat kell csinálni. De végrehajtani azt az egyszerű tervet, amit a fejedbe kigondoltál, az piszkosul nehéz. Hogy ezt az egészet megvilágítsam, a tőzsdézést hasonlíthatjuk a fogyókúrához. Hogy kell 95 kilóról lefogyni 80-ra? Mindenki tudja a receptet. Apám, egyél kevesebbet, étkezzél egészségesebben, mozogjál többet. Fogyókúra receptje egyszerű. Végigcsinálni? Egyszerű vagy nehéz? A legtöbb embernek nehéz. Amikor ott a csoki torta, ott a sült húsi,
akkor kihívást okoz ellenállni neki. Amikor le kéne menni kocogni, úszni, biciklizni, akkor fáradt vagy, éppen máshoz van kedved. Mi a kihívás a fogyókúra terén? Leginkább saját érzéseid, saját érzelmeid, a vágyakozás valami után, vagy a félelem, hogy valamit nem kapsz meg. A befektetések világában a humán faktor szerepe óriási. Jó befektetni, jó kereskedni azonban 5-6-szor nehezebb, mint egy fogyókúrát eredménnyel lefolytatni. Számos, az elmédbe lezajló folyamat gátol a kereskedési sikerben. Ezek közül kiemelhető a félelem és a mohóság kettősége, mint érzelem. A kettő közül a félelem a jelentőség teljesebb. Félsz a piacra lépni, félsz az árfolyamvesztességtől, amikor már nyereséged van, akkor félsz attól, hogy a nyereséged szerte foszlik, amikor már a nyereséged nagy, akkor félsz lezárni, hiszen hogyha lezárod a nyereségedet, akkor a további nagy árfolyam mozgásból esetleg kimaradsz. A félelem és a tőzsdét körüllengő bizonytalanság kapcsán, ha jól emlékszem, Shakespeare mondta, hogy a legnagyobb árulónk a kétség, elveszi tőlünk, amelyet könnyen elérhetnénk, hogyha lenne merszünk, ez tipikusan igaz a kereskedésre. Megjegyzem, lehet, hogy ezt nem Shakespeare mondta, de így talán komolyabban veszed és jobban elhiszed, mert a kereskedés befektetések világára ez az állítás nagyon igaz. A legtöbbször azért úszik el a nagy nyereség, mert nem mersz időbe piacra lépni, illetve ha piacra léptél, akkor a saját kereskedési módszeredet, ahol kiszállsz, illetve ahol elvágod a vesztességet, nem tartod be, vagyis fegyelmezetlen vagy, és ez okozza számos kereskedő vesztét. Erről a témáról, a kereskedés mentális kihívásairól, illetve a kereskedési stratégiáról és annak betartásáról olvashatsz különben könyvemben, a Sikeres Kereskedőben. Ha belevágsz a tőzsdézésbe, csak akkor válhatsz sikeressé, hogyha elfogadod azt, hogy a tőzsdei siker kulcsa a te kis kobakodban, a fejedben van. Nem a stratégiában, nem a különböző metódusokban, nem az indikátorokban, nem a beszállási módszerekben, hanem gyakorlatilag a hozzáállásodban, az érzéseid kezelésében, a piaccal, tőzsdével, kereskedéssel kapcsolatos meggyőződéseidben van a siker kulcsa. Mondok is erre neked egy példát. Van egy ügyfelünk, legyen a neve Géza, aki nagyon gyakran jár különböző oktatásainkra. Géza szenvedélyes kereskedő, kedvence az OTP. Az a véleménye, hogy az OTP minden rezdülését ismeri. De van egy olyan meggyőződése is, hogy a piacok összeesküdnek ellene, és amikor ő vásárol, akkor tudja, hogy az árfolyamok össze fognak zuhanni, illetve ha ő elad, akkor elkezdenek szárnyalni a piacok. Amikor vásárolni vagy eladni kéne, tehát befektetési döntéseket hozni, akkor Géza elemzi a piacokat, majd meghozza a döntését. De a döntés meghozatalát követően még akár napokig, sőt olykor hetekig vacilál, hiszen hogyha ő piacra lép, akkor a piacok összefognak ellene. Mire rászánja magát a befektetői döntés meghozatalára, addigra már az árfolyam hosszú-hosszú ideje megy fölfele vagy lefele. Tehát pont amikor, ami Géza barátunk piacra lép, addig általában kifullad az adott hullám, és csak ugyan beteljesíti saját maga jóslatát, és sikerrel a csúcson vesz, vagy a mélyponton ad. Mi okozza Géza vesztét? Nem a stratégiája, nem a kereskedési módszere, hanem a gondolkodásmódja, a hozzáállása, a meggyőződései. Géza meggyőződését a piaccal kapcsolatosan, mely szerint bukásra van ítélve, korlátozó meggyőződésnek nevezzük. Ha valakinek ilyen jelentős korlátozó meggyőződései vannak, akkor ez bizony a tőzsdei siker gátja. Nagyon fontos megértened, hogy a tőzsde, a befektetések világa az a terület, amelyet állandó bizonytalanság nem körül. Sűrű szürke ködbe tapogatózik mindenki. Ebbe a sűrű szürke ködbe az lesz hosszú távon eredményes, aki kereskedési módszert, kereskedési szisztémát követ. De a kereskedési módszert, a kereskedési szisztémádat csak akkor leszel képes követni, hogyha fejben nagyon rendben vagy, ebből kifolyólag a tőzsdézés, az önismereti sport, és ezért mondják azt, meg ezért mondom én is azt, hogy a pszichológiai faktor az nagyon-nagyon meghatározó a kereskedési sikerben. A lényeg, hogy a hosszú távú tőzsdei profit az bizony nem ingyen van ám. Hosszú, akár több éves tanulási folyamaton kell átesned, követni kell az árfolyamokat, követni kell a piacot, ez bizony egy munka, ugyanolyan tevékenység, mint bármi más. Azonban a jó hír, hogy mindenkiben megvan a képesség, hogy ezt sikerrel végezze. Amennyiben van benned lelkesedés, ég benne az a tűz, van kellő akaraterőd, önfegyelmed, akkor biztosan képes leszel végigmenni ezen az úton, és a végén eredményes leszel. Megjegyzem, ez vélhetően minden más emberi tevékenységre is igaz, tehát a tőzsde se kivétel. Összefoglalva, ha a kockázatot jól viseled,
és úgy érzed, hogy ezt szereted, élvezed, akkor csináld.